nem könnyű mérkőzéseket nagyon magabiztosan hozott a csapat. Ez megnyugtató a szurkolóknak, mennyire megnyugtató a csapatnak? Azt gondolom, hogy kézilabda sose lehet teljesen nyugodt, mindig van mint javítani, de azon vagyunk, hogy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtsunk hétről hétre ezeken a meccseken. Napokban azt olvastam, hogy egy másik sportágban, a magyar bajnokságban kell megtalálni a motivációt, így hogy véget ért a nemzetközi sorozat. Ez nem jelentett gondot a Materzamoson Magyaróvárnak, ugye? Nem gondolnám, hiszen mi mindig is leszögezzük előre a szezon elején, hogy nekünk ez a legfontosabb. És ez a bajnokság is elég egyenletes és nehéz ahhoz, hogy mi megtaláljuk ebben a kellő kihívást és motivációt, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Sok olyan találkozóra kerül sor, ahol elvárják már a csapattól a győzelmet, egyrészt a tabellán elfoglalt hely miatt, másrészt hazai környezet miatt, ami viszont nem lehet könnyű. Nem könnyű, de mi megküzdünk ezzel, hiszen ezért vagyunk élsportolók. Talán még szeretjük is ezt a fajta dolgot, hogy ez még jobban fel tud minket tüzelni. Magunkkal szemben is egy elvárás, tudjuk azt, hogy a szurkolók is elvárják. Ezáltal olyan tüzet tud nekünk adni, ami azért plusz lehet egy meccsen. Arról már butaság lenne beszélni, hogy voltál az MTK játékosa, hiszen azóta ott nagyon-nagyon sok minden történt. Gondolsz a jelenlegi MTK csapatára? Úgy van, ahogy mondod, ők már eléggé kicserélődtek. Talán csak egy kis játékos van, akivel együtt játszottam. Voltak nehézségeik, hiszen több edzőik is volt a szezon során. Most arra megtalálták a megfelelő felállást, és a csapat is összeérett annyira, hogy ők is jobban teljesítenek, mint eddig, ezért úgy gondolom, hogy nekünk vigyázni kell velük. Sok hasonló típusú játékosuk van, ami lehet előny és hátrány is, de fel fogunk készülni belőlük, és bízom benne, hogy itthon tartjuk a két pontot. Soha nem arról szólnak ezek a beszélgetések, hogy taktikai dolgokat beszéljünk ki, de a szurkolókat érdekli, hogy mivel lehet legyőzni a fővárosi kékfehéreket. Ha ugyanazt adjuk, mint eddig, hiszen mi minden meccsre ugyanúgy készülünk fel, akkor nem lehet probléma. Nagyon szeretnénk fókuszáltan játszani minden kevesebb hibával, és tartani azt a gyors, dinamikus játékot, ami minket jellemez. Két személyes kérdés Tóth Eszterhez. Az első Tóth Eszterhez, a csapat kapitányhoz. Milyen a közösség, mennyire van együtt a csapat, mennyi dolgod van, mint csapatkapitánynak? Nagyon jól egyben van az a társaság, sőt, olyannyira, hogy pont most kaptam Pásztor Nonótól egy felkérést, hogy valamilyen csapat összetartó tréninget szervezzünk, hiszen jó a pályán kívül is együtt tölteni a szabadidőnket. Úgyhogy ezt már ki is találtuk, lebeszéltük, jövő héten megyünk is egy csapatprogramra, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Az elvárásaid saját magaddal szemben mindig nagyon magasan vannak. Mennyire vagy elégedett Tóth Eszterrel? Inkább az elégedetlen szót használnám. Nem úgy teljesítek, ahogy mondjuk a szezon első felében. Ezt érzem magamon is, érzi a csapat is. Azon vagyok, hogy ez egyre jobb legyen. Talán mindig az visz előre, hogy én nagyon dacos vagyok, és ki akarok jönni ebből az állapotból. Úgyhogy tudom, hogy ez néha lehet az ellenség is az embernek, viszont én azt gondolom, hogy ezt jóra is lehet fordítani. Van esetleg bármi olyan ok, amire gondolsz, ami egy kicsit visszafog téged, vagy egyszerűen csak a sportoló életében vannak jobb, meg vannak gyengébb periódusok? Nincs bármiféle ok. Azt gondolom, hogy nem vagyunk gépek, és talán most eljött az a pillanat, amikor egy kicsit megfáradtam, és gyengébben teljesítek, de még sok meccs van vissza, szóval nem szeretném, hogyha az összes meccsen ez még kitartana. Pont előnyben van a debreceni csapat a
a harmadik helyet tekintve. Gondolom nem is mondott le a csapat arról, hogy ismét egy érem legyen. Egyáltalán nem. Bízunk benne, hogy bár nem a mi kezünkben van a sorsunk most már, de történhetnek olyan dolgok, ami a mi javunkat fogja szolgálni. Nem engedtük el, hiszen ez egy nagy álmunk, az öltözőnkben is fel van írva, hogy harmadikak szeretnénk lenni, illetve napokban volt Gyurka János szülinapja, kapott tőlünk egy éremtartó táblát, és azt mondta, hogy a legújabb érmét erre szeretné feltűzni majd.